doktoranduszokkal teli előadó a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. A Nyíregyházi intézményben 14. alkalommal szerveztek konferenciát a különböző tudományterületeket kutató doktoranduszoknak, posztdoktoroknak. A rendezvényen Csernoch László, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese arra hívta fel a figyelmet, egy ilyen konferencia lehetőség az együttműködésre is, arra, hogy a különböző kutatási területeken dolgozók tapasztalatot szerezzenek, szakmai kapcsolatokat építsenek. Én nagy örömmel vettem azt, hogy ismét össze tudnak jönni a régió felsőoktatási intézményei az egészségügy, a társadalomtudomány területén, mert igazán tudományt együttműködve lehet megvalósítani. Igazán előrelépni akkor lehet, hogyha együtt gondolkozunk, együtt határozzuk meg azokat az irányokat, amerre szeretnénk haladni. A doktorandusz konferencia megszervezését 16 évvel ezelőtt a Nyíregyházán működő felsőoktatási intézmények vezetői kezdeményezték. Idén rekordszámú, közel 140 előadás volt hallható a helyszínen vagy online formában. 19 szekcióban fogunk együttműködni, társadalomtudományi, hittudományi, bölcsészettudományi, egészségtudományi és neveléstudományi szekciókban. Igazából nagyon-nagyon színes a paletta, tehát 137 előadásunk van, szinte mind a 137 különböző témáról szól. Igaz, hogy a tudományterületek azért fedik egymást, például az egészségmagatartás kérdés, ez egy nagyon fontos napirendi pontja a szekcióknak, de a fiatalok munkavállalása, a családalapítással kapcsolatos kérdések szintén napirenden vannak ma a konferencián. A résztvevők között volt olyan, aki most szeptemberben kezdte el a doktorandusz képzést, és nem vett még részt hasonló konferencián. Végig hallgatjuk egymás előadásait, onnan is tudunk akár a kérdésekből, akár ugye magában a pozitív megerősítésekből, kritikákból is akár építkezni, akár rövid távon, vagy ugye hosszú távon is, úgyhogy biztosan van értelme. Mi is azért jöttünk egyrészt megméretkőzni is, hogy hol jár a kutatásunk, ugye még jó, nagyon az elején vagyunk, mert azért szeptember óta még azért nem sok minden tudtunk még véghez vinni, de alapvetően akár csak egy irodalmi áttekintést, egy szakmai kutatásoknak a felfedezését, illetve áttekintését azért, mert meg tudtuk csinálni. Alapvetően amúgy sok haszna lesz, tehát hogy kapunk egy visszajelzést, hogy hol járunk, milyen az előadói készségünk, képességünk, tehát szerintem biztosan jól fogunk vele járni. Az eseményen elhangzott, idén 12 hazai felsőoktatási intézmény doktoranduszai tartottak előadásokat a konferencián.